Sziasztok, Kamino Szti vagyok, ez pedig a Jordan Trail Podcast, és a második napnak a vége van, és mindjárt elteszem magam holnapra. Most hát ugye a tegnapi sajnálatos történtek után, mondjuk nagyon-nagyon jól aludtam. Egyrészt tényleg tök jó idő volt, meleg volt, és az a nagy cél is, alig tudtam felállítani ugye a sátrat, de az is tényleg így valamire felállítottam meg, mindent így összekészítettem a dirálisát, úgyhogy tök jól aludtam, nem volt semmi gond, tehát teljesen jól éreztem magam, és még napkelte előtt felébredtem, már világos volt, úgyhogy gyorsan neki is álltam összepakolni mindent, úgyhogy ilyen 7-20-kor tudtam elindulni. És hát így a jó Istennek a két, egy kisebb, meg egy nem olyan hosszú, viszont brutálisan meredek szakasz volt, csak a többinél lefele lejöttem. Hát azért erősen kellett figyelni, hogy néha, hogy merre fele megy az útvonal. Jó volt, ahol már ott korán reggel az olajbogyókat szedték így férfiak a fáról egy ilyen, hát ilyen völgybe, ahogy mentem el. Aztán miatt beértem egy településre, több kis rácisi kecskéket ellegeltettek. Egyik az így kiabált, nem egyetem gondoltam, hogy nekem kiabál, mert egy folyó, hát egy kiszáradt folyómedernek a túloldalán, domboldalba, franyóba volt. Aztán amikor elkezdett futni felé, akkor rájöttem, hogy hát ez lefut hozzám, úgyhogy szó szerint így lerohant a hegyről, és ott odajött, és beszélt, fogalmam nincs, hogy mit természetesen, de tényleg, hogy hiába mutogatott, egy betűt nem értettem belőle, de az kiderül, hogy tehát nem kéregetett, tehát hogy nem az volt, hogy adjak neki valamit, vagy mit tudom én, tehát nem ilyen tök jó fej volt, aztán így beköszöntem, integettem neki, aztán mentem tovább. Aztán utána másik oldalon is voltak, ahogy így kanyarodott az út. És aztán végül beértem egy kis településre, és annak a legfelső, így már így felfele kellett menni az emelkedőn, és a legfelső utcájából nyílt nagyon durván meredeken fölfele az ösvény, ott volt viszont szabadon egy kutya, hát az izgi volt, egyrészt kurva meredek volt, már bocsánat a kifejezésért, másrészt meg közben állandóan arra kellett figyelni, hogy nehogy hátulról nekem ugorjon a kutya, mert úgy vicsorított és ugatott, volt még egy, csak a szerencsére az meg volt kötve, de az úgy látszik, hogy azért úgy legalábbis ez bízom benne, hogy így lesz végig, hogy úgy tisztelik a botot, és azzal úgy magam mögött tudtam tartani, csak közben mondom, nagyon meredek volt. Hát ez nem esett jól, ez a felfele menet megint. Szóval ahhoz képest, hogy tényleg jól haladtam, meg utána volt még egy ilyen, de mondjuk az ilyen kisebb meredek volt, de tényleg azt, valahogy azt érzem, hogy egyszerűen ezek, nem tudom, mondom, mi történt tegnap, és mitől lett ez, hogy így az emelkedők ilyen gondot okoznak, mert nem volt ezzel gondom még idáig. De hát ez van, úgyhogy ezen valahogy túl kell lendülnöm, és ennyi. Aztán már tegnap is láttam egy lábnyomot, és ugye az irodában mondták, hogy egy belga srác, Ahmed mondta, ott Tumkeis nem kap pecsétet, attól, hogy 5 nappal előttem van egy belga, nem tudom, srác vagy férfi, mindegy. Úgyhogy de így a nyomból meg láttam, hogy ez friss, tehát hogy ez így nem lehet 5 napos. És aztán ma megint láttam ezt a nyomot, és ugye megint tök friss volt, tehát most mondom, biztos, hogy valaki előttem van, és akkor egyszer csak pont így az utolsó emelkedő előtt, akkor láttam, hogy ott annak a túloldalán, ott fönn, ott megy valaki egy nagy hátizsákkal,
Aztán így fütyültem, meg így integettem, akkor megállt, hogy nézett, én azt hittem, hogy észrevesz, aztán amikor utéltem, akkor kiderült, hogy nem. Egy amerikai srác, Clint, egy 26 éves srác, úgyhogy nem az Eastwooddal találkoztam össze, és hát ő fél évet dolgozik, és fél évet utazik, úgyhogy volt most Azerbajdzsánba, Grúziába, Pakisztánba, most úgy gondolta, hogy itt gyalogol egy nagyot, aztán megy Egyiptomba, és még Jemenbe. Úgyhogy nem aprózzel a legény, de akkora hátizsák, ha halljátok, hogy mondom, az enyém is itt a folyadék miatt nem könnyű, de hát a duplája, tehát brutál mekkora zsákkal megy, meg egy nagy kamera lóg a nyakába, plusz még GoPro, úgyhogy veszi végig a dolgokat, de ő is tegnap indult el. De hát akkor nagyon távolabb nem ért, mint én, mert valahol előttem sátrazhatott. De hát körülbelül csak egy kilométert jöttünk együtt, mert ugye elértük ezt az Ecolodge Park nevű ilyen pihenőt. Hát ez tulajdonképpen olyasmi, mint egy, hát nem tudom, nevezzük hotelnak, de nem az, milyen pici kabinok vannak. De itt egy ilyen igazi oázis van, és itt van közvetlenül a gát, tehát a gát zárja el az egyik oldalát ennek a lodge-nak. Ott a tetején van egy út, és akkor ugye ott van a feldúzasztott tó. Oda este így a naplementét nézni felmentem, és rengeteg ilyen helyi volt ott fenn, ott tüzet raktak, vízipipáztak. Szóval látszik, hogy ez egy ilyen nagy közösségi tér, meg onnan még feljebb lehet menni, és onnan ez a lodge csinált egy ilyen zipline, ez a kenopi pályát, amin ugye így le lehet csúszni, ilyen 500-valahány méter hosszú. Na aztán úgy beszélgettünk, hogy azt hittem, hogy Clint is bejön ide, aztán így tovább mentem vele, aztán akkor vettem csak észre, hogy én tovább jöttem, úgyhogy elköszöntem tőle, és visszajöttem. Én mindenféleképpen be akartam ide jönni, egyrészt szerettem volna enni, inni nagyon sokat, meg hát tudtam, hogy egyszerűen kéne valahogy az arcomat mosni, mert éreztem, hogy találtam még egy sebet itt az állam alatt, és ez jó nagy, és hát ugye azt éreztem, hogy az itt tele van így homokon, amiért így elfertőződik, vagy valami, és itt a kaput úgy nyitják ki, hogy föl kell hívni telefonon őket, és akkor kinyitják, úgy lehetett bejönni. Egy nagyon-nagyon hangulatos, meg nem tudom, olyan, mint tényleg egy ilyen, nem tudok más mondani nektek, mint egy ilyen oázis. Egy ilyen nagyon klassz, ilyen kiterített így a fák közé, ilyen vászontető, hogy árnyékban tudjon lenni az ember. Ugye 10 kilométert jöttem, de mire elértem, hát itt ilyen 10-re itt voltam, addigra azért már igencsak meleg lett, de nagyon-nagyon hamar, nagyon-nagyon hamar lesz nagyon meleg, sajnos, és pont azt vettem észre, néztem az időjárás előrejelzést is, tehát egyáltalán nem az van, mint amit tegnap ott mondott az a férfi, amit mondtam podcastban, hogy 2 napig lesz ilyen meleg, aztán csökken. Azt mutatja, hogy továbbra is ugyanilyen meleg lesz, az éjszakai hőmérséklet az fog valami minimálisat csökkenni. Pedig hát legalább egy 5 fokkal kevesebb lenne, azért az nagyon sokat jelentene. Na mindegy, úgyhogy ide bejöttem. Egy nagyon-nagyon aranyos fiatal lány volt a recepciós, kérdeztem, hogy lehet-e valamit tenni. Azt mondja, persze, szeretnék egy reggelit, igen. Mondtam, de jó, belső tényleg nagyon olcsó is volt, gyorsan adtam egy vizet, meg egy Pepsit. És akkor elkezdték hozni a reggelit, le is fényképeztem, aztán még hozták. Úristen, telerakták az asztalt. Hát kaptam egy hatalmas nagy tányérpitát. Hát annak hát szerintem az ötöd részét tudtam megenni, annyit hoztak. Akkor kaptam, ami nagyon-nagyon finom lekvárt. Akkor egy tálba kaptam egy nagy tányérba a humuszt, egy másikba ilyen magokat, ami valamilyen fűszerrel voltak a különböző magok így keverve. Nagyon finom volt, ilyen paradicsomot, meg uborkát, azt is kaptam, azt is belemártottam, illetve olívaolajat, egy nagy tányér sajtot, egy másik tál felvágottat, egy hatalmas nagy omlettet, azt is megszórtam ezekkel a
a magokkal. Úgyhogy kaptam nagyon finom, ugye a teába, ugye forró teába menta levelet tesznek még, és az nagyon jó volt, hogy az jó megcukroztam, hogy még szénhidrátot toljam vissza. Hát én nem tudom, 2 órát reggeliztem, de kidúrantam, szóval kifogott rajtam, nem bírtam megenni az egészet, pedig tényleg szerettem volna. Meg hát még aztán kaptam ajándékba tőlük egy doboz gyümölcslevet, mert ugye valami nagyot szerettem volna venni, de az nem volt, csak ilyen picik. És mondtam, de ott az, mondták, hogy az ott mind valakié, de volt, vagy nem tudom, tizenvalahány doboz benne a hűtőbe. És aztán egy 2 óra múlva egyszer csak jött a lány, és mondta, hogy ú, hogy tessék, itt van, és akkor ki akartam fizetni, nem, ezt így ajándékba adják. És mondta nyugodtan, hogy el tudok menni zuhanyozni, ugye mondtam, hogy mi történt, meg ugye amikor bementem, ugye csurom vizesen, hát ugye izzadtan, és akkor mondta, hogy üljek le a recepción. Azt mondtam, hogy mondjuk ne gondoljátok túl a recepciót, szóval ez nem a Hyatt, de gyönyörű, tiszta, kifestve egy ilyen kis ajándékbolttal együtt, és ezekből a raklapokból van összerakva egy ilyen kanapé. Épp akkor jöttek így ilyen turista család, 2, akik szintén épp akkor csekkoltak be. Akkor mondta a lány, hogy üljek le, mondom, jön, de hogy ülök, mondom, úgy nézek ki, mint egy disznó. És mondom, még akkor szó se volt arról, hogy én itt maradok, de hogy felajánlott, hogy el tudok menni, lezuhanyozni, minden. Úgyhogy szépen így fogtam, elmentem a zuhanyzóba, meleg víz is van. Aztán most este láttam föntről, hogy van egy nagy ilyen a domboldal, ott a gát oldalába a szolár panelek ki vannak téve, tehát hogy abból táplálják az egészet. És nagyon szép, nagyon annyira hangulatos, tehát hogy itt tényleg egy olyan hely, ahol így el lehet tölteni időt, hogyha valaki egy picit csöndbe akar lenni, meg elvonulni. És kérdeztem így a járványról, és mondta, hogy tavaly összesen 3 hónapot voltak nyitva, és pont a fő szezonba zárva voltak, és hát mondja, hogy meg látom, hogy most is alig vannak. És mondta, hát igen, ilyen csöndes a történet. Úgyhogy ez úgy volt, hogy csak megpihenek, eszem, iszom, ugye lefürödtem, nagyon jól esett, lemostam a sebeket, mondom, felfedeztem ezt ugye az államon is, és kimostam mindent, mert ugye, hogy miután tegnap ott elfeküdtem a porba, ezért és tiszta víz voltam, ugye izzadt, ezért mindenem borzasztóan nézett ki, kiszakadt a pólóm is, úgyhogy mindenemet szépen kimostam, meg fürödtem egy jót. Jó néztem ki, mert ilyenkor én az esőnadrágomat tudom ugye csak felvenni, megvan ugye egy másik póló, és akkor egy olyan, hát, már 1 óra elmúlt, akkor nagyon gondolkoztam, hogy mit csinálják. Egyrészt nagyon meleg volt, másrészt nem éreztem azt, hogy ötös vagyok. És ez, ilyenkor ez nagyon nehéz, mert az ember, ugye a szíve az vinné tovább. De az eszem megmondja, hogy nem szabad, mert ezzel meg azt kockáztatom, hogy aztán az egészet abba kell hagynom, és nem csak az, hogy most oké, úszom napokat, mert ugye eleve 20-án, ma van 22, 20-án szerettem volna elindulni, ugye az ünnep miatt eleve egy nappal később indultam. Tehát ha azt nézem, hogy 20, 21, 22, akkor legalább 90 kilométernél kell tartanom, ehhez képest tartok 25 félnél. Na most, és fogalmam sincs, hogy holnap mennyit fogok tudni menni. De ha ma most erőltettem volna, miközben itt tényleg tudtam normálisan enni, tudtam vacsorázni, végül egy ilyen kabint kivettem, és aludtam egy nagyot délután, mondom, vacsoráztam rendesen, holnap csomagolnak nekem, hajnalban mondtam, hogy elindulok, 6:30 között, ugye 6:38-kor lesz világos, és 7:10-kor kell a nap, és mondtam, hogy minél előbb el akarok indulni, úgyhogy csinálnak nekem egy ilyen lunchboxot, és legalább lesz az én államkaja, tényleg iszom, amennyit tudok, még indulás előtt is, meg most is. Aztán meglátjuk, hogy fogom bírni, és ez csak valami, nem tudom, valami átszaladt rajtam, vagy benyaltam valamit, és így
sikerül mielőbb túljutni rajta, de inkább megpróbálok ésszel okosan kevesebbet venni. Aztán meglátjuk, hogy ez mire elegendő, és pár nap után, ha meg megjön az erőm, bírom megint az emelkedőket, akkor meg úgyis, amit tudok, úgyis be fogok hozni. Azért csak lenyomtam 1200 kilométert a Moáve sivatagba, ahol azért komoly szinteket nyomtam minden nap, és 40 x kilométereket, akkor csak remélem, hogy majd a, nem tudom, a más, tehát a első harmad után majd a többi az jobban fog menni. Az látom, hogy ez a folyadék dolog, meg ez a kaja dolog, ez nagyon, nagyon nehéz lesz. Tehát ezt kiszámolni, hogy hol és milyen kaja van, tehát ezt látom, hogy csak ilyen pici boltok. Ugye itt a 2 nap alatt, ugye ez az első, ahol lehetett enni normálisan, de különben csak olyan pici boltokat találtam, mondom, egyet, tehát összesen 2-t, ahol innivalót lehetett venni, de enni csak van csoki, vagy chips, meg mit tudom én, lencse szárazon, tehát hogy ilyen, amivel ugye semmire nem megyek. Tehát, hogy az, hogy legyen valami, nem tudom én, ilyen, ami kb. Ammánban ugye egy csomó hely, ahol ilyen gyroszszerű, mit tudom én, ők minek hívják, de tulajdonképpen ugyanúgy néz ki. Tehát, hogy valami ilyesmit tudjon az ember enni, valami laktatóbb ételt. Hát ez egyelőre ez nem nagyon látszik, sőt, még azt se látom, hogy pitát tudnék venni, vagy valami felrágottat, tehát hogy így semmi. Még gyümölcsöt se láttam idáig. Úgyhogy ez így, na mindegy, ez érdekes lesz, mert azért közben meg az energia kéne, és valószínűleg azért simán csokoládéval nem tudom, mennyire fog menni a történet. Szóval azért látszik, hogy akármennyire is ugye 6 éves ez a trail, de hát azért itt másképp őrül az idő, és hát messze-messze nincs még úgy kialakulva, mint egy, nem tudom, mint egy rengeteg ember által járt trail, pedig szerintem főleg, hogy látva, hogy milyen irgalmatlan szegénység van a településeken. Tényleg úgy elgondolkodtam, hogy úgy egyszerűen elszégyeltem magam azon, hogy lelkendeztem nektek, hogy milyen fantasztikus volt a Királyi Autómúzeum, meg a Királyi Tankmúzeum. És hogy egyrészt milyen összegekbe kerülnek azok az autók, vagy maga egy ez a tankmúzeum is. És közben meg az ember itt van vidéken, és azt látja, hogy itt, nem tudom, ugye már nem él Hussein király, de hogy milyen Ferrari-kkal, meg nem tudom, mivel rohangáltak a mostani, fogalmam sincs, hogy a fiamékkel megy, de hogy az egyik oldalon, hát, mint ugye, ne kelljen az énekünk sem messze menni. Tehát, hogy irgalmatlanul el van nyílva az olló. Tehát tegnap, amit fölraktam videót, amikor a Szamárháton ott behajtotta a srác a kecskéket oda a forráshoz, ami igazán nem is egy forrás volt, hanem valahogy meg volt hekkelve a vízvezeték, és az egyik csavar meg volt lazítva, és ott spriccelt ki a víz belőle. És tulajdonképpen ugye oda jártak a kecskék is, meg hát ott tudtam ugye én is inni. És ugye néztem a kisrácok lábán a cipőt, vagy magának a pásztornak a cipőjét, az apjuknak a cipőjét, hogy a tényleg az effektíve lifegett a sarka a fekete utcai cipőnek, szóval egy ilyen bebújós, ez a mokaszín-szerű, de ugye nem mokaszín, de az a fajta, ami nincsen fűzője. Tehát egy olyan cipőben, itt kint a terepen, jó, persze ők a papucsba is mindenhova megfutnak benne, ahogy kell, és nem esnek orra, mint én esnék, meg én cipőbe is pofára esek, de hogy azért ezt a fajta irgalmatlan különbség, azért ezt így mindig, amikor az ember így járkálja a világot, egyrészt mindig rájön,
hogy legyen hálás, hogy oda született ahova, és mondjuk, ha sokat panaszkodunk, akkor is mennyivel jobb dolgunk van. Persze ez nem ment fel semmi alól, meg senkit, de itt azért hát nagyon-nagyon más. De nagyon, nagyon jó kedélyűek az emberek, tényleg integetnek, ha mit tudom, messze is valaki ott legelted, jönnek, mondom, hát tegnap is meséltem, hogy tényleg így el akartak hívni, hogy megvacsoráztatnak, meg aludjak ott, meg, tehát, hogy így ez azért nagyon, nagyon jó ez a fajta vendégszerető hozzáállás, amit az ember egyelőre tapasztal ugye az elmúlt napok, ugye 18-a óta. Hát bízom, mert most már csak azt hiányzik, hogy az erőm visszajön, aztán tudjak hasítani, mert azt tudom, hogy értem szerint azért ez mentálisan is megviselt, és persze, amikor az ember jó erőben van, meg tud menni, akkor az a pszichésen is óriási nagy erőt jelent, mint abban a pillanatban, hogyha azt érzi, hogy nem megy, akkor ez így ugye másfajta folyamatokat is gerjeszt. Na jó van, nekiállok, és alszom egy nagyot. Úgyhogy sziasztok!